Immár 12. alkalommal rendezik meg a hajdúsági disznótort, és hozzá kapcsolódva 4. alkalommal a népművészeti napot Hajdúböszörményben. A rendezvénynek a fürdőkert ad otthont február 9-én szombaton. Hangzott el azon a sajtótájékoztatón, melyet február 5-én tartott a helyszínen a szervezők nevében Sőrés István alpolgármester és Szarvas Szabó Katalin, a Szabad Hajdú Közhasznú Nonprofit Kft. Ügyvezetője. Sőrés István alpolgármester többek között elmondta, a program a város egyik legnagyobb rendezvénye, most is nagy érdeklődésre számítanak. Külön kiemelte, hogy a disznótor mindig nagy eseménynek számított a böszörményi családoknál. Valamikor Hajdúböszörményben nagy hagyománya volt a disznóvágásnak. Szinte nem volt olyan család, ahol ne vágtak volna legalább egy disznót. Ez a disznóvágás hagyomány volt, ilyenkor összejött családja, apraja, nagyja, különböző területekről is hazaérkeztek, és együtt volt a család, feldolgozták a sejtést, ami biztosította lényegében a családnak majdnem egy egész éves élelmiszer ellátását. Emellett jókat mulattak, hiszen a tél a hideg révén nem tudtak a földekre kimenni, nem tudtak más munkát végezni, ilyenkor kikapcsolódtak, és ezt a hagyományt szeretnénk úgy feleleveníteni, hogy bemutatjuk a meghívott vendégeknek, illetve az érdeklődőknek, hogy hogyan vágták valamikor a sejtést, bemutatjuk a feldolgozás folyamatát. 36 főzőcsapat jelentkezett, remélhetőleg 36 fajta ízt fogunk megismerni. Fő törekvésünk az, hogy a jellegzetes böszörményi disznótoros feldolgozási módokat mutassák be. Itt gondolok például cukros májas hurkára, ami böszörményi specialitás, tehát azt is szeretnénk, ha megismernék. Nagyon fontos, hogy a családok gyerekekkel együtt jöjjenek, hiszen a felnőttek még úgy, ahogy ismerik a sejtésvágás, a feldolgozás folyamatát, viszont a gyerekeknek már inkább a tankönyvekből, televízióból, fotókról van élménye, és én úgy gondolom, hogy minden gyereknek nagyon fontos, hogy megismerje, hogy szülei, nagyszülei hogyan éltek, miként biztosították maguknak az élelmiszert. És mi ezt a hagyományt próbáljuk úgy imáron 12. alkalommal feleleveníteni, bemutatni, emellett a 4. alkalommal kerül meg és a népművészeti nap, és a disznóvágásnak nagyon fontos kell az állomáshívás, a pálinka kóstolás, ebben is már évek óta hagyományosan megrendezzük a pálinka versenyt, ide is várjuk a nevezőket, remélhetőleg nagyon finom pálinkákat kóstolhatnak, és bízok benne, hogy az ízek is nagyon jó sikerednek, mindenki belead apait, anyait, szívét, lelkét, és tényleg nagyon finom ételeket tudunk produkálni az érdeklődőknek. Szarvas Szabó Katalin ügyvezető a programokról szólt, melyek minden korosztály számára kínálnak érdekességeket. Azzal kezdeném, hogy lesz fűtött sátor. Ez azt gondolom, hogy mindenki számára fontos, mert azért itt az izgalom, meg ez a nagy forgatag, ami itt szokott lenni a disznótoron, hiszen több mint 1000 ember szokott kilátogatni, és reméljük, hogy ez most is így lesz. Azért hideg van, hűvös van, és ezért lesz jó az, hogy most úgy próbálunk készülni, hogy ezt a nagy sátrat, ami itt várja majd a látogatókat a programokkal, azért fel legyen fűtve. Nagy meleget nem ígérek a sátorban sem, de azt hiszem, hogy kellemes lesz ahhoz, hogy a legkisebbek is jól érezzék magukat, illetve mindenki megtalálja neki érdekes programot, gyerekműsorok lesznek, gyerekkoncert, meseelőadás várja majd a legkisebbeket, illetve nem csak, hogy figyelemmel kísérhetik, hanem át is élhetik majd az élményeket, szokás szerint lehet majd csigát pergetni, aztán aki nem fázik annyira, lehet lovaskocsikázni, és a kovács mesterek is tartanak bemutatót, mindenképpen egy látványossága ez is a disznótornak, a csapatok pedig közben sürögnek, forognak, és a jó hangulatot azt a kinti területen azt ők szokták biztosítani, és fontos elem a népművészet, a vidámság, a hagyományaink, amik a népművészetben rejtőznek. Lesz például a Bocskai Néptánc Együttesnek is fellépése, nem maradhatnak ki a programokból, jön a Pendeinek Együttes, fellépők közül lesz Ferenci György és a Racka Jam, eredményhirdetés, koncert, este is, nagyon-nagyon jó hangulattal szeretnénk várni az ide kilátogatókat. Bízunk benne, hogy egy igazi családi programként, ahogy ezt mi is kezeljük, és családtagokként várunk ide mindenkit, az is, aki mindig kilátogat a disznótor eseményeire, illetve azokat is, akik most először gondolják úgy, hogy megnézik, hogy milyen is a hangulata. Én azt gondolom, hogy nem csak a programok miatt, hanem a
jó társaság miatt, a látogatók miatt, a főzőcsapatok miatt, és minden miatt érdemes kilátogatni a 12. hajdúsági disznótor és a 4. népművészeti napra, és kézműves piaccal is várjuk majd természetesen az érdeklődőket.